Üdvözlök mindenkit, Nyerki Emil vagyok, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem mesterszakos hallgatója. Az elmúlt nagyjából egy évenben azzal foglalkoztam, hogy hallgatótársaknak, illetve a nagyvilágnak bemutassam, hogy tudományosan az egészséges életmódnak mik az előnyei, mik a hátrányai, mik az anyagi vonzatai. Hallgatótársaimtól rendszeresen azt kapom válaszul, hogy az egészséges életmód egyetemisták számára nem elérhető, hiszen drágák az ételek, nincs idejük sportolni, és így nincs affinitásuk erre az egészre a tanulás mellett. Ezt szeretném népszerűsíteni, hogy igenis az egészséges életmód nem sokkal drágább ételekben, mint az egészségtelen életmód, és csupán heti 3x30 perc mozgással mennyivel föl lehet gyorsítani a tanulási folyamatot.